Sziasztok gyerekek, ez itt a Dobman TV videó blogja. Itt van mellettem egy eredeti magyar gólya, itt pedig az eredeti gangster. Hallottam tegnap, hogy megbukott a kucsera kokainozással, és ma már elnézést is kért, nem ő volt az első sportoló. Mind azt mondják, hogy rossz útra tértek. Én egy dolgot nem értek, ez pedig az, hogy mindenki, aki megbukik így a cuccozással, úgy exkuzálja magát, mintha legalábbis valami rablógyilkosságot követett volna el. Holott nem történt semmi. Miért nem mondják egyszer, hogy jó akartam érezni magam, bulizni volt kedvem, azt elmentem, azt jól beszívtam. Nem bántottam vele senkit, max a családomat, mert nekik nem esik jól a tudat, hogy néha napján odavágok a nózinak. Ehelyett mindegyik elnézést kér, bocsátot kér egy olyan képmutató közösségtől, akik pedig fintorognak, meg finnyáskodnak rajtuk pálinkás pohárral, meg cigarettával a kezükbe. Na meg azért, hogyha elmennek a kimaradásokba, az ismert emberek, műsorvezetők természetesen ugyanúgy odavágnak a nózinak, csak nem buknak meg vele. Szóval őszintén szólva, nem értem ezt a képmutató hozzáállást. Rendben van, el kell fogadni, ez a rendszer, aki cuccozik, az nem indulhat az olimpián, ezért ki kell zárni, de olyan nagy haragot táplálni ezek iránt, az emberek iránt, én ugyan nem tudok. Minden napi életünk része, valljuk be, az egyiket megengedik, a másikat meg nem. Mert valószínűleg az egész rendszer így több pénzt keres rajta. Egyet azért viszont el kell ismerni, hogy a Kucsera egy ilyen komoly kimaradás után is meg tudta nyerni a versenyt, akkor bizony elég jó versenyző. Úgyhogy én ezúton gratulálok a győzelméhez, még becuccozva is jót ment. Hát sajnálom, hogy az olimpiára már nem tud menni. Ennyi. Csá, csumi, csá.